Mai vendégeink szemtelenül fiatalok, szemtelenül tehetségesek és szemtelenül sikeresek. A magyarországi X-faktor hozta meg számukra a népszerűséget, egy csapásra sikerük azóta is töretlen, és reméljük így is marad még nagyon sokáig. Itt van velem a stúdióban a By the Way három tagja, Fengyau Ferenc, Vavra Bence, Szikszai Péter. Szevasztok, srácok, szeretettel köszöntelek. Szia! Jól mondtam mindenkinek a nevét? Nagyon jó. Nőies izgalmamban. Csupa olyan kérdésem lesz, amit már 100 milliószor feltettek nektek, de itt az üzenet szeretettelben, az Erdély Magyar Televízióban még nem, úgyhogy hát csapjunk is bele, mondjuk meséljetek nekem egy kicsit magatokról a változatosság kedvéért. Hát mi amúgy az X-faktorban ismerkedtünk meg egymással a srácokkal, a 2012-esben ott indultunk el külön-külön egyedül, és hát sajnos, vagy nem sajnos, most már úgy gondoljuk, hogy nem sajnos, nem kerültünk be akkor az élősóba, de nagyon jó barátok lettünk így a tábor folyamán, és akkor utána, hogy vége lett nekünk a verseny, akkor kijöttünk, és akkor így összeálltunk egy bandába, és hát egy ilyen teljesen különálló karriert szerettünk volna befutni, még az is terve volt, hogy kimegyünk esetleg külföldre. És hát úgy teltek, múltak a hónapok, írtunk akkor már egy dalt, amit konkrétan amúgy Sziki írt, meg a szöveget, meg mindent, csak így azt mondjuk, hogy mi írtuk. Igen, voltak fellépéseink, persze ezek mind ilyen saját szervezésben működtek, és akkor ugye elindult a 2013-as X-faktor széria, és úgy gondoltuk, hogy hát nyáron úgyis mindannyian feljöttünk Pestre, hogy hát miért ne próbáljuk meg. Aztán elmentünk, és hát ugye jó, elég hosszú volt az az út is, de hát végül sikerült a dobogó második fokán végeznünk, úgyhogy így nagyjából így dióhéjban ennyi. Én arra lennék kíváncsi, hogy mi a ti sikeretek? Mi az, ami titeket megtart azóta is, hisz 2015-öt írunk, és hát nem vagytok az RTL Klub, illetve az X-faktor színpadán, tehát magatoknak kell, gondolom azért, bár egyengetik valamennyire az utatokat, feltételezem, mégiscsak magatoknak kell most már előkaparni azt a... Hát szerintem van egy jó pár dolog, ami miatt működik ez az egész. Hát egyrészt ugye, ami legfontosabb, az a munka, mert munka nélkül nyilván nem lehet sikereket elérni, és azért nagyon sokat dolgozunk. Van még ugye, ami nagyon fontos, és ebben a szakmában szerintem elengedhetetlen, főleg nem is a szakmában, hanem hogy így nálunk a mi esetünkben, most már nem biztos, hogy egyre gondolunk, de amúgy az életben is elengedhetetlen, de most a mi csapatunkban elengedhetetlen az, hogy ne legyünk barátok, szóval köztünk nem elég egy munkakapcsolat, hanem nagyon fontos az, hogy ismerjük a másikat, és hogy megbízhassunk benne, és hogy ne csak szól. Például elnézik neked, hogy az élő lelkiismeretük vagy, ugye? És mindig kiadítod őket. Amúgy ez nem így van, mert általában én alszok, úgyhogy... De amikor ébren vagyok, akkor fegyelmezek, de amúgy nem. Engem kell amúgy fegyelmezni, mert most... Rosszak az információk, szóval Bence bárkinek is a lelkiismeretlen. Szóval Bence? Szóval, hol is tartottam? Igen, a barátság. Na igen, és hát mi ugye nagyon, nagyon jó barátok vagyunk, és ezért jó. Magas a tolerancia küszöbötök. Hát az is, de muszáj. De azért jó, mert ugye mi az X-faktor által nem csak egy hirtelen sikert kaptunk, vagy egy lehetőséget, hanem nagyon fontos az, hogy például én felkerültem Budapestre pont akkor, meg szerintem Jaó is akkor költözött fel, és nem mondom azt, hogyha egyedül kellett volna lennem, akkor olyan könnyen találtam volna ilyen fix pontokat, mint ez a csapat például. Hogy fent vagyok egy új városban, egy új helyen, egy új életben, és jó úgy elkezdeni ezt az életet, hogy vannak benne fix emberek és olyan emberek, akikre támaszkodok, természetesen a családom mellett. Nyilván. Szerintem amúgy nagyon nagy erőssége a csapatnak az, hogy alapjáraton amit csinálunk és amit közvetítünk kifele, az mindig is, és reméljük később is így lesz, hogy az őszinteség. Már az X-faktor színpadán is úgy voltunk, hogy soha egyetlen egy pillanatban sem volt az, hogy na akkor ezt most csináljuk úgy, ahogy legyen olyan hatása, mint nekünk mindig az volt, hogy de ez ugyanúgy beszélgetésnél is így van, hogy mindig improvizáció, ami éppen akkor a szívünkön, az a szánkon, és ez eddig mindig bejött. És én szerintem a barátságon felül ez a másik nagyon-nagyon fontos, ami egy csapatot, illetve legyen ez egy szóló előadó is, ami működtet, mert nyilván ami őszinte belülről jön, az vitathatatlan, abban nem lehet belekötni. Hát meg én arra szóra, amit te kerestél, azt hittem, hogy az alázatot fogod mondani, de úgyhogy nem sikerült ágyre gondolni. Azt gondolom, hogy az alázat az, ami tényleg nem csak a csapat esetében. El is vártam Szikitőled, hogy erre kitérj.
Hát igen, de tényleg azt gondolom, hogy alapvetően az embereknek ez egy nagyon fontos tulajdonsága, mert az életben, hogyha az ember nem becsüli meg azt, hogy nem tudom, hogyha feljebb kerül, jobb körülmények közé kerül, akkor is ugyanolyan embernek kell maradni, és ugyanúgy kell dolgoznia, mert akkor tud feljebb kerülni, és akkor tud jobb lenni. Tehát tök nyolc szóval milyen szintet elértünk, mi még saját magunkra azt vagyok, hogy zeneileg még nem vagyunk közel se ott, ahol szeretnénk, és csak akkor tudunk fejlődni tényleg, hogyha folyamatosan képezzük magunkat is. Voltatok már Erdélyben? Voltunk, hála Isten, és pont tavaly volt egy ilyen hármas, hát turné sorozat, vagy nem tudom, amikor voltunk Kézdivásárhelyen, Kolozsváron és Marosvásárhelyen, és hát nagyon-nagyon jó érzés idejönni, mert tényleg az emberek annyira kedvesek, és míg Magyarországon mondjuk a srácok azért úgy, nem tudom, szeretnek beszólogatni nekünk, hogyha eljönnek koncertre, mert azért 99%-ban lányok vannak ott, de itt valamiért, hál' Isten, a srácok is, nem tudom, tök lelkesen jönnek oda tegnap is, amikor volt a kis közönség találkozunk, akkor így nem tudom, oda jöttek és beszélgettek, és nagyon lelkesek voltak, úgyhogy tényleg nagyon szeretettel jövünk ide mindig. Igen, meg annyira szeretettel fogadnak az itteni emberek, annyira más a mentalitásuk, tiszta szívű és tiszta gondolkodású emberek vannak itt, hogy mindig nagyon jó érzés ide jönni, mert tényleg az a őszinte szeretet, amit sugároznak, az ilyen varázslatos érzés. 20 évig Magyarországon éltem, és amikor így hallgatlak benneteket, megélem a saját tapasztalataimat újra hazajönni, hogy nem mások itt az emberek, de igen, igazatok van. Azt hiszem, csak talán nem félnek annyira még időnként kimutatni az érzéseiket. Ugye? Lehet, hogy erre van szó, mondj. Mert nyugatabbra sokkal inkább megtanulták már fallal, védelmi fallal körülvenni magukat. Itt még engedjük saját magunknak a lelkesedést, engedjük az örömet. A srác a férfi csapatnak, és nem a féltékenységnek, hanem az örömnek, mert felnézek rád, ugye? Nem vagyok féltékeny, mert hány lány, hány százezer lány van a koncertjeiteken, hanem megemelem férfiként, akár a kalapom előttetek. Erről lehet szó, nem lehet, gondoljátok? Nincs ez a fajta rivalizáció szerintem az emberek között, hanem tényleg emberként tekintenek egymásra, és a belső tulajdonságokat látják, nem az, hogy ki éppen mit csinál, vagy hol van, hanem mindenki egyenrangú. Egymásra tiporják el, vagy nem tudom, tehát, hogy gyakran megesik otthon a koncerteken, hogy annyira elől akarnak lenni, hogy nem is vesz észre, mondjuk egy kislányra, nem tudom, éppen ráugrik, vagy nem tudom. És itt meg azért nagyjából figyelnek az emberek arra, hogy tényleg, hogy most jó, akkor most ő van a sor elején, akkor ő fog oda jönni és fotózkodni. Ti együtt éltek? Nem, hál' Istennek. Igen, az együtt éltek, ahogy kimondtam, arra gondoltam, hogy jó, egy lakásban, tehát nem is egy lakás, nem. És ez jó, sokkal ezek jó. Szerint. Hát eleget vagyunk így is együtt, aha. Konkrétan minden ilyen közös programot, próbáktól kezdve a fellépésig, ugye főleg amikor utazunk, most is ide is 7-8 órát utaztunk, és akkor végig ugye egy buszban vagyunk. Nem, hogy külön sorunk van. Jó, külön sorunk van, persze jó, de azért mégiscsak egy légtérben vagyunk. Hát ugye össze voltunk zárva, azért megtapasztaltuk, hogy milyen együtt élni az X-faktor alatt. Még nem akartuk házasodni. Hol? Egymással pláne. Hát, és inkább a külön élést választjuk. Igen, és még a városon belül is úgy vagyunk, hogy jó messze egymástól, mert azért találkozunk eleget, pont, és szerintem ettől is amúgy olyan jó a kapcsolatunk, mert nem megyünk rá egymás agyára. Kitaláltam egy vagány dolgot, ugyanis képzeljétek el, hogy itt mellettünk az Aranyhal helyén azoknak a neve van egy-egy cetlire felírva, akik hétről hétre üzennek, és ezen a héten ők üzentek, és ezt ki kell sorsolni. Általában egy vendégem van adásban. És akkor arra gondoltam, hogy futnátok itt három kört, csak hamarabb odaér, ki fogja... Kezdheted, mert akkor... De ugye az Aranyhal az nincsen benne. De tudtam, hogy Bence, hát nem csalni fog, de nagyon-nagyon szeretne. Én nagyon szeretnék sorsolni, úgyhogy megkérjük Bencét, hogy légy szíves, jaú, igen, oda tarthatod. Előre szeretném leszögezni, hogy senki se utáljon, és emiatt, hogyha esetlen nem az én nevét húzom ki, ez egy teljesen véletlen választás. És kavard meg, jól? Szóval beírtsuk a... Bum, 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 bum. Most... Ugyanis, akit kihúzol az Erdély Magyar Televízió ajándékcsomagját postán. És fel is olvashatom? Légy szíves, és mutasd is fel, hogy lássák, hogy nem te találtad ki. Szengel Ferenc. Köszönöm szépen. Na szóval, aki az ajándékcsomagot kapja, az nem más, mint Szőcs Emma. Gratulálunk. Gratulálunk Emmának. Hát nem akárki húzta ki, ugye, az eheti nyertesünknek a nevét. Fiúk,
Én nagyon-nagyon örülök, hogy egy kicsit közelebbről megismerhettelek benneteket, a lányom ezért vagy jobban fog szeretni, vagy nem annyira, aki egyébként, illetve a lányaim, akik nagy rajongóitok. Tudom, hogy ugye koncertezni jöttetek a Szent György napok keretén belül, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak még a nézőinkkel együtt örülni, hogy személyesen látnak, hallanak benneteket, és maradjatok ilyenek. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Én köszönöm.